akkor most az előző előadáson kvázi folytatásaként Friedrich Robert alias Fidusz fog nekünk előadást tartani fotometrei célpontoktól, mezitlábastól egészen a nagy távcsövesekig. Akkor mikrofont is kell használni, vagy elég, ha üvöltök? Azért van rá. Jó, csak hogy a itteni hallgatóknak akkor nem kell külön mikrofon. Na, hát akkor nagyon szépen köszönöm a felkérést, a lehetőséget. Egyet Tamás arra kért engem, hogy elsőbb egy kicsit ilyen gyakorlati tapasztalatokról meséljek, illetve így a lehetséges fotometriai célpontokról mondjak néhány gondolatot. Talán a QI előadásához képest, amit én mondok majd nektek, talán kevésbé lesz elrettentő, és talán sikerül egy kis kedvet adni ahhoz, hogy ha már az emberek használnak fényképezőgépet, akkor mérjük is meg a csillagoknak a fényességét, amit az a fényképezőgép rögzít. Előjáról még amíg annyit mondanék, mielőtt belevágnék a gyakorlatba az előadásba, hogy az itt látható képek azok nem asztrofotók, nem mélyégfelvételek, hanem elsősorban változó csillagászati célra készített fényképek, tehát ne a szépséget keressétek benne, hanem a fotonokat rögzítettem. Illetve a másik ilyen közlemény, hogy néhány héttel ezelőtt sikerült elhagynom a hátizsákomat benne a notezgépemmel, stb. És jó pár napot igénybe vett, még sikerült egy olyan működőgépet találnom megfelelő környezettel, miatt nem teljesen olyan lesz az eladás, mint amit eredetileg szerettem volna, de azért szóban talán át tudok adni olyan dolgokat, amiket eredetileg is terveztem volna. Na. Az elején inkább ilyen személyes tapasztalatokkal, történettel, mesével elkezdeném. Az, hogy én itt most a változó csillagok fotometriájáról beszélhetek, az körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az Eridanus csillagképben feltűnt egy nova, valamikor 2009. november végén vagy decemberében, december elején fedezték fel ezt a novát, és aztán később kiderült, hogy ez a nova már 2 héttel korábban, épp a Leonida maximum idején is már látszott, sőt fényesebb volt, mint a felfedezés idején, és hát többek között hazai amatőröknek a Leonida maximum idején készített alapobjektíves felvételeiken is látszott az akkoriban 6-7 magnitudó környékén járó nova, például a Landi Gyebnár Móni, illetve a Kocsis Anti fényképein is sikerült beazonosítanom a novát és kimérni a megközelítő fényességüket. Tehát mivel mind a két fénykép csak sima JPEG formában készült, tehát nem az a változók fotometriájához is előírásként használt nyers RAW formátumban, ezért csak megközelítőleges fényességet tudunk mondani, de legalább azt tudjuk, hogy már akkor tényleg látszott a KT-RI vagy Nova-RI. Azt ehhez hozzájött még, hogy időközben Tordai Tamással elkezdtünk rendszeresen CCD észleléseket is, CCD fotometriát is végezni a Polaris csillagvizsgáló teraszán található 28 centis Schmidt-Cassegrain távcsővel, illetve már korábban elhangzott a Citizen Sky program neve. Akkoriban élte fénykorát az avasó Citizen Sky programja, amely elsősorban az Epsilon Auriga akkori fedése, ugye kb. 30 évenként bekövetkező fedése kapcsán próbálta a változó csillagok észlelése felé részben digitális DSL fotometria irányába terelgetni az amatőr csillagászokat. Egyébként itt a képen látható is az Epsilon Aurigae és a két összehasonlító csillaga, ez már saját felvétel volt az első próbálkozásaim egyike. És akkor, tehát
végül ezen előzmények hatása én is egyre inkább elkezdtem gondolkozni, hogy akkor beszerzek egy digitális kamerát, és végül egy olyan gépet vettem, ami a dobozban együtt volt egy extra 75-300 mm-es zoomolható teleobjektív is. Jó, nem volt annyira drága, mint hogyha külön vette volna az ember. És akkor tavaly év elején, január-februárban kezdtem el fotózgatni a változócsillagokat, kedvenc változócsillagaimat. Ugye én is az Epsilon Aurigével kezdtem, aztán a V7-ön a félszabályos változóval, vagy az Albia úr nevű fiatal változócsillaggal, illetve az éppen szabadszemes maximum környékén járó Heatsignivel is próbálkoztam. Itt ezen a képen viszonylag gyengén látható némi fátyófelhő kíséretében, vagy nem, egy kondenszcsík, bocsánat, egy kondenszcsík, egy repülőgép kondenszcsíknek a kíséretében a erősen vörös színű Heatsigni. Ez egy 75 millis objektívvel készített fényképnek a részlete. Ez az öt magnitudós összehasonlítom már. Itt a képen is látható, hogy kicsivel fényesebb lehetett akkoriban, mint öt magnitudó. A kezdeti időszakban mezitlábas fotometriával próbálkoztam én is, ami azt jelenti, hogy akkor még nem volt óragépem. Sikerült Tollai Tamástól kölcsön kapnom egy sima háromlábú fotóállványt, amire szépen rátettem a gépet, és megpróbáltam a lehető leghosszabb expozíciókat elérni, amíg még nem csíkhúzós képet jelent. Tehát mondjuk ez azt jelenti, hogy 75 mm-es fókusz esetén nagyjából 5 másodperces képeket lehetett készíteni, 300 mm-es fókusz esetén pedig 2 másodperces képeket. És akkor így szépen elkezdtem végig fotózni az égbolton a kedvenc változócsillagaimnak a környékét. És hát már az első időszakban is volt némi sikerélményem, illetve egy meglepetés. Február 6-án, vagy 8, február 6-a éjszakában Bakoncsányról készítettem csomó fényképet, többek között a V Canon Venaticorum környékéről is, és aztán következő éjszaka a Polarisban változózgattunk, Tamás CCD-vel észleltem meg, fotózgattam, illetve binoklival változóztam meg a 25-ös Dobsonnal, és aztán, amikor hazafele mentünk, akkor néztem meg a frissen letöltött leveleimet, és kiderült, hogy egyik brit amatőr csillagász felfedezett egy 10-10,5 magnitudó fényességű törpenovát a Gönc összekér rúdjánál. És azt, amikor nézem a koordinátákat, akkor mondom, egyrészt, amikor elolvastam a hírt, fogtam a fejemet, mert hogyha előbb megnézem a levelemet, akkor még a CCD-vel aznap éjszaka meg tudtuk volna nézni ezt a törpenovát frissen a felfedezés után pár órával. Viszont a koordináták alapján rájöttem, hogy ez lehet, hogy a V7-ön képeimen rajta is lesz. És aztán végül az akkor éppen tévedésben nem 70, hanem 80 mm-es fókusszal készített képeim összegképén, tehát 8x2 másodperces, nem, 8x5 másodperces képek összegén. Nagyon halványan, de látszott is a kb. 10-10,5 magnitudó környéki törpenova, amit a srác felfedezése előtti éjszakán készítettem. Tehát ez egy eléggé nagy élmény volt, és abba az irányba terelt, hogy van értelme itt fotózni az eget, mert hát érdekes új dolgokat is meg lehet látni. Amikor 8 helyett mondjuk 10-14 képet is összegez az ember, akkor jóval lejjebb tud menni határmagnitudóval, így akár 11,5 magnis fényességű csillagokat is rögzíteni tud az ember 75 mm-es fókusszal. Ez már elegendő arra, hogy mondjuk 8-10 magnitudó tartományba eső változócsillagot, mondjuk félszabályos változókat megfelelő pontossággal ki lehessen mérni. Aztán május környékétől rájöttem, hogy
vagyis április-május környékén rájöttem, hogy a 74 is fókusz esetében a gépnek az objektív átmérője, a hasznosított objektív átmérője ez viszonylag alacsony, és inkább 300-assal fogok fotózgatni. Itt viszont ugye rövidebb a fókuszidő, és a nehezebb a probléma az, hogy ennél a fókusznál már az éles reállítás is egy picit megnehezített. Nagyon sokszor sikerült szinte használhatatlan képeket csinálom, mert nem volt elég éles, de aztán idő után rájöttem, hogy ha nagyon-nagyon odafigyelek, és mondjuk a nulla magnitudó környékű csillagokra állítom élesre a történetet, akkor onnantól kezdve mégiscsak 7 egész jó dolgokat elérni, és ha 12, 14, 16 képet készít az ember és összeképeket csinál, akkor akár 12,5-13 magnitudót is el lehet érni. Kezdetben a Polaris teraszáról, illetve az új palotai mézes kalácstéri lakás szoba ablakán keresztül, nyitott ablaknál, vagy a konyha ablakán keresztül fotózgattam. Aztán jött egy nagy váltás, amikor kiderült, hogy a Polaris teraszán levő óragépek közül az egyiket hasznosítani lehetne, hogyha az állványra rögzítünk egy ilyen kis sínt, amire egy panorámafej rögzíthető. Onnantól kezdve már tudtam félperces képeket is csinálni. Kitágult az ég, és jelentősen megnőtt a határfényesség. Tehát egy-egy darab kép esetén akár 13-14 magnitudót is el tudom érni az ember, és hogyha mondjuk 10 képet csinál ugyanarra a területről és összegezi a képeket, akkor 14-15 magnitudós határfényességet is el lehet már érni. Eleinte 4 képet készítettem minden égterületről, mert időnként előfordult, hogy valaki elfut a teraszon az állvány közelébe, egy kicsit megremeg az állvány, stb. És hogy legalább 2 bemozdulásmentes képem legyen, ezért mindig csináltam 4 képet, és aztán a 2 kép pedig azért kell, hogy olyan hibát, a fényességmérős hibáját meg lehessen határozni. És aztán később a Stikkel Janival, meg Kvivel történő konzultáció után úgy döntöttem, hogy inkább 10 képet fogok csinálni területről, és így még a határfényességem is már a kedvező történetben ment. Itt ezen a képen egyébként az RLO látható maximum környékén, aki jól megnézi a képet, nagyon jól látszik, hogy a kék összehasonlító csillaghoz képest jelentős vörös az RLO fény, és ez egy abszolút nyers kép, még feldolgozás nélküli állapotban. És aztán jöttek a szupernovák. Ugye június elején az M51-ben, az Örvényködben tűnt fel egy szupernova. Az előző éjszaka, a felfedezés előtt éjszaka én is fotóztam a V-cövönöt, de nagy pechemre éppen a galaxis azon az éjszakán készült képeimről pont lemaradt. Általában a képek sarkában látható az M51, tehát itt a V-cövönő, itt a BR-cövönő, ami korábban 69-es összehasonlító volt, de aztán kidőlt, hogy fél magnitudó az amplitudója, és itt a sarokban látható maga a galaxis. Na most május 31-én, ha jól emlékszem, pont lemaradt a galaxis, az egy héttel korábbi képeimben viszont még nem látszott semmi a szupernova helyén, de aztán később már szépen látszott. Tehát itt, amikor volt, azt hiszem a teljes holdfogyatkozás, azon az éjszakán sikerült végül először lefotóznom magát a szupernovát. 13.6-os jöhenás sokkal fényesebb. Aztán ugye jött az M101-ben az SN2011FE. Az is nagyon szépen látszik. Ezek mind 300 mm fókusszal készültek. A Polaris teraszáról ezek a képek. Aztán jött a Garrad üstökös, és érdekes módon elszúgott kedvenc változó csillagaim mellett is, úgyhogy az ember, amikor a ruhafogast nézi binoklival, nem gondolja, hogy ott a szomszédságában van változó csillag, pedig itt a WWVUL, ez egy nagyon szép kis fiatal változó csillag ruhafogas mellett,
és augusztus végén még az üstökös is elzúgott mellette, de nem csak a W mellett, hanem tavasszal, vagy év elején az UVVHR, illetve az SS-DRA nevű félszabályos változó csillagok mellett is elzúgott, úgyhogy amikor ezeket a területeket rendszeresen fotóztam, időnként előfordult, hogy még egy üstökös is rákerült a képre. Aztán már a KTRI példája is azt mutatta, hogy lehet, hogy érdemes lenne megnézni a fényképeket, amiket készít az ember, mert előfordulhat egy fényes törpenóva, esetleg szupernóva, vagy egy dúinóva tűnik fel. Tehát ugye a Nova-ERI 2009 példája egyértelműen azt mutatja, hogy van ilyesmire lehetőség, de ha megnézi az ember a frissebb felfedezéseket, például van egy osztrák automata égbolt felmérő program, ahol ilyen tranziens objektumokat, törpenóvákat keresnek, stb. Még az ő esetükben is előfordul, hogy a képkészítése után 5 nappal jelentik be egy-egy ilyen törpenóva felfedezését. Tehát, de hogyha mondjuk a idei év második Sagittarius belül nóváját nézzük meg, akkor pedig kiderül, hogy ezt a nóvát áprilisban fedezték fel, viszont már tavaly júliusi, sőt rá másfél évvel korábbi fényképeken is már fényes 10-11 magnitúdó körüli volt ez a nóva. Tehát van értelme átnézni a fényképeinket, de a legjobb példa meg talán az idejében a hattyú és a drákó határán, a sárkány határán találtak egy nóva vagy törpenóva gyanús csillagot. Június 8-án fedezte fel a japán MISSO program keretében az egyik japán amatőr, és aztán kiderült, hogy az oroszok a Master OT program keretében már május 13-án is lefotózták ezt a nóvát, akkor még fényesebb volt, mint a felfedezéskori fényesség. Tehát érdemes átnézni mindenképpen bármilyen az égboltról készült képeket, mert előfordulhat, hogy találunk rajtuk egy novát, vagy szupernovát, vagy esetleg egy újonnan kitört, ritka, kitörésket produkáló törpenovát. Úgyhogy én el is kezdtem, ugye az IRIS programmal lehet blinkelni, tehát referenciaképhez viszonyítva, váltogatva, összehasonlítani a képeket, és aztán később Németh Laci Péterről csatlakozott ez a programról, úgyhogy én előkészítem, feldolgozom a képeket, elküldöm, megosztom vele Dropboxon, és ő meg, tudom én, negyed óra, fél óra átnéz egy-egy képet, és ha talál rajta valami gyanús objektumot, akkor jelzi nekünk. Tehát jó pár eddig már ismert változócsillagot sikerült felfedezni ezeken a fényképeken. Van egy, esetleg kettő olyan is, ami valószínűleg változtatja a fényességét, de nagyon a határfényesség körül van, és ott már a hiba határ, a fényképeknek a szórása nagy, úgyhogy nagyobb távcsővel kéne rendszeresen megnézni, hogy tényleg esetleg egy fedésű változót találtunk, vagy sem. Minden esetre érdemes ilyesmivel is próbálkozni. És aztán a másik ilyen lehetséges célpont, amit az ember észleléskor próbálkozhat, hogy olyan változócsillagokat fotózik, amely valami látványos mélyég objektum környékén van. Ugye már említettem a WC-ben a környékén található M51-et, vagy a ruhafogas melletti W Vult, de vannak tovább ilyen változók, amiket érdemes lencse végre kapni. Például a Bagolyhalmaz NGC457 szomszéd Bagolyhalmazban található a V466 Cassiopeia, ami egy szabálytalan, hosszú periódusú, esetleg félszabályos változó csillag lehet, de az M56 gömbhalmaz szomszédságában látható a PX-LIR, AV-CIG, ezek félszabályos változók, illetve a BF-CIG, ez egy szimbiotikus, tehát Z-AND típusú változó csillag, vagy a nyitóképen, illetve az itteni felsőképen látható M34 nyílt halmazban közelében van az NSV-895, ami vagy egy törpenóva, vagy esetleg lehet, hogy egy szupernóva volt valaha egy nagyon-nagyon halvány galaxisban, de szintén egy hálás objektum lehet mondjuk az NGC-6946 spirálgalaxis, a
a Cepheus Cygnus határán, amelytől pár év perce a V778 Cygni félszabályos változó van, illetve beszélni fogok majd az AZ-CAS-ról később, az pedig az M103 és néhány másik NGC, nem tudom mennyi sorszámú nyílt Kassziopeiában levő nyílt halmazok környékén van. De hát még hosszan lehetne sorolni a listát, valószínűleg majd a Meteorban esetleg a, ha jönnek az ápoltak, vagy valami hasonló munka című írásban majd ezekről bővebben is írni fogok. És hát nem csak a mélyegek, hanem a meteorok is. Tehát KTR-t már többször elmondtam, tehát bárki, aki az égboltot fotózza, akár alapobjektívvel, vagy mondjuk 75-80-100 millis fókusszal, ha fotózik, nem csak meteorokat van esélye elkapni, hanem azokon a fényképeken lesznek változó csillagok is, és érdemes kimérni ezeknek a változó csillagoknak a fényességét, mert bármikor produkálnak érdekes dolgokat, akár legyen az a Delta Sco, de nagyon fontos az, hogy hosszú évszázadokon keresztül folyamatos adatsoraink legyenek, akár 2-300 évvel ezelőtt felfedezett szabadszemes változó csillagokról is, vagy akár a szabadszemes határ környékén levő X-perzeiről is. Tehát műcefei, rócas, delta cefei, G. Herculis, P. Cygni, Alagol, Eta Aquilae, Alfa Ori, Roper, stb. Ezeket mind ki lehet mérni, hogyha az ember meteorokat fotóz. Egy fontos dolog van, hogy ne csak jépekben mentsük el a képeket, hanem RAV, tehát nyers formátumban, mert onnantól kezdve sokkal több információt, nagyobb pontosságú méréseket tudunk. És hát persze nem árt, hogyha az ember készít sötét képeket, meg flat képeket is. És akár NOVA keresési céllal is érdemes átnézni még a meteor észlelési céllal készült fényképeinket is. Azt mondta a Tamás, hogy beszéljek a nagy távcsövekről is. Tehát én jó magam 300 millis fókusszal fotózom. Egyelőre még nincsen olyan távcsőm, amit óragépre tudnék rakni, de ezt nagyon kényelmesen bármikor kicipelhető a Pest-Lőrinci udvarra, és akkor ott 5-6 közötti határmagnitúdójú égen elég jól lehet vele változózni, de hát akinek van 15-20 vagy nagyobb távcsöve, arra is érdemes rárakni egy digitális kamerát, vagy esetleg CCD-t, mert ezzel sokkal halványabb objektumokat lehet mérni, sőt, akinek van kedve törpenolvák kitörései során a szuperpupokat megpróbálhatja megfigyelni, vagy akár a fedéseket is. A HT-CAS esetében a kettő kombinációja is látható, tehát egyrészt vannak szuperpupok, másrészt vannak mély fedések is. Ezek a Polarisból Toldai Tamással készített, a 28 centis távcsővel, CCD kamerával, vészűrővel készült felvételek, illetve ez pedig az UMA Links határán levő SDSS 08-0434 blablabla nevű törpenóváról készült. Itt pedig nagyon jól látszik a csillagnak a másfél-két óra környéki szuperpupjai, jól kivehetők. Ezt CCD távcsővel nyugodtan meg lehet csinálni, de ugyanúgy halvány RL-líri csillagokat, cefeidákat vagy fedési változókat is észre lehet az ember, hogyha egy nagyobb távcsőre szerel digitális kamerát vagy esetleg CCD-t. Sőt, az, akinek mondjuk egy GoToval felszerelt állványa van, az egy viszonylag egyszerű megoldással akár automatizálni is tudja a felvételeit, és akár azt is lehet, hogy egy éjszaka több tucat vagy több száz félszabályos míra vagy kataklizmikus változó csillagról készít egy-egy felvételt. Illetve érdemes próbálkozni R. Coronae Borealis típusú vagy fiatal változó csillagokkal, vagy akár RV Tauri típusú változó csillagokkal is. És akkor az elején említettem az Epsilon Aurt a Citizen Sky kapcsán,
kampány kapcsán. Most van egy hasonló változó csillag, csak kicsit halványabb, ez az Epsilon, ez az AZ-as, az M103-tól nem messze található, 9,2-9,5 között változik vizuális tartományban. Kék színben már jóval nagyobb, több mint fél magnitudó az amplitudója, és ultraribolyában több mint egy magnitudó a fedés mélysége. Tehát, hogyha valaki mondjuk elkezdené digitális kamerával észlelni, akkor érdemes a kék szűrős képekre fókuszálni. Elsősorban, mert ott sokkal nagyobb a fedés. Tehát ez egy 9 évente fedéseket mutató csillag, és hasonlóan az Epsilon Aurorához itt is egy nagy lassan keringő rendszerről van szó, nagy csillagokról van szó, és nem csak maga a fedés, hanem a fedés utáni felfényesedés és kisebb hullámok megfigyelés is érdemes, ezért a csillagászok, akik elindították ennek a csillagnak a programját, észlelési kampányát, azt javasolják, hogy már most idén júniustól kezdve érdemes, tehát már most augusztusban is érdemes mérni ezt a csillagot, és egész 2014 májusáig, ha jól emlékszem, érdemes lenne nyomon követni ezt a csillagot. Aztán lehet tovább lépni, extrém sport kategóriában lehet akár sorolni az exobolygó fedéseket. Digitális kamerával is van esély exobolygó fedések kimérésére. Az Iris nevű program készítője, a Christian Böll pár évvel ezelőtt közzé is tett egy tanulmányt, hogy egyik ilyen exobolygónak hogyan mérte ki a fedéseit. Itt azt a trükköt alkalmazta, egy 20 centis távcsővel észlelt, ha jól emlékszem, egy 7 magnitudó környéki csillagot, hogy életlen képet alkalmazott, ahol nem pontszerű, hanem korong alakú a kép, és akkor így sokkal jobb jelpezaj arányt tudott elérni. De hát Tordai Tamásék is észleltek a Polarisból CCD kamerával már exobolygókat, meg mások is. Épp talán ma hajnalban olvastam, ha jól emlékszem, hogy tegnap este az Olvasó Fórum oldalán, hogy valaki azt írta, hogy fiatal változatcsillagok észlelésében gondolkozik, és videós technikával. Úgyhogy akár ez is elképzelhető, hogy ilyen fiatal változóknál ilyen nagyon rövid időskálájú változásokat akár még videókamerával is meg lehet próbálni megfigyelni. Úgyhogy nagyjából ez lett volna, amit én erről a témáról így nektek első kézben mondani tudnék, és hát ha valakit érdekel, természetesen további ötleteket, célpontokat, stb. Tudok javasolni. Tehát jó magam, egyébként az utóbbi időszakban azt szoktam csinálni, hogy egy 300 milliós fókusszal kb. 2-3 fokos területet tudok lefotózni. Itt például ez a M34-ről készült részlet, ez kb. Negyede az egész látómezőnek, és hogyha mondjuk a hattyúban vagy a lírában fotózik az ember, akkor ott akár 5-6-8 változó csillag is rajta van a látómezőn, tehát mármint olyan változó csillagok, amelyek mondjuk legalább 3/10 magnitudó amplitudóval változnak, és főleg inkább hosszú időskálán. Tehát mondjuk a RR líriéket, meg törpecefédákat, delta scutiket nem is szoktam ide beleszámolni. Például mondjuk az egyik kedvenc célpontom a télír, az egy 8-9 magnitudó környékű szabálytalan, félszabályos, ugye ezeknél nem nagyon lehet egyértelműen eldönteni, hogy most milyen típusú változó. Azt szoktam fotózni rendszeresen, főleg ugye az ember a végára élesre állítja a kamerát, és akkor már ott van a látómezőben a télír. És néhány évtizedet fedeztem fel, hogy hát a látómezőben ott van az AY-lír, meg az LR-lír törpenóva is, és az AY-lírt sikerült is, hogy másfél hete körülbelül elkaptam kitörésben, tehát mostában főleg törpenóvákat nézegettek, néha rákerül egy halvány galaxis is a képre, és bármi lehet még ezekben.
Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, bárkinek kérdése van. Igen? Mezitlábas fotometriával. Igen. A 70 mm, vagy 75 mm-esen, vagy a 3 5 másodperces fókusz. 5 másodperces expozíciókat használtam. Mekkora pontosságot értél el? Hát az igazság, hogy inkább a 300 millis fókusz az, amit így jobban kimértem, mert az jobban tetszett határmonitidó szempontjából is. És ott az jött ki, hogy az EPLIR 94-es hőhájnál 2-3-4 század volt nagyjából transformáció után a pontosság. Éppen ma hajnalban feldolgoztam a V480 cignéről készült képeim, ott csak a TG, tehát a nyers zöld szűrős képeket. Na pont azt a képet elfelejtettem most berakni a zöldesbe, és hát ott is nagyjából a katalógusbeli adattól 300-nál nagyobb eltérések nem voltak az ÖH-nál, és ezek, mondom, transformáció nélküli értékek. És mondjuk ez mondjuk vegyes volt, mert ebben benne vannak olyanok, amikor mondjuk 4x30 másodpercet összegeztem, és vannak olyanok, ahol mondjuk 10-20x30 másodperces összeképek voltak, mert amikor itt ezt a Kicigni látom ezében a Németh Laci talált egy ilyen változógyanús csillagot, akkor rájöttem, hogy ennél a 14,5 magni környéki tartományban már a 10 képnek az összege nagyon zajos. És akkor elkezdtem 20-30 meg 60x 10 másodperceket csinálni, hogy javítsam a jelper zaj arány, de azért 14 magni alatt ezzel a 300 millis fókusszal annyit lehet megállapítani, hogy kitört a törpenóba, vagy nem nagyjából. Tehát ott már egy tized magninál nagyobb a szórás. Jóval. Te kamerád az CMOS? Tessék? A CMOS és a kamerád? Persze, ez egy Canon EOS 1000D, ez erről van szó, itt állandóan rajta van a 300-as zoom objektív, szinte az alapobjektívet már elő se veszem. Néha mondjuk meg is kapom a magamért, hogy néha esetleg mondjuk tájképet, meg egyebek is kéne, és 75 millis fókusszal azért tájképet nem nagyon lehet csinálni, de ezzel dolgozom. Tehát ez a legolcsóbb ilyen, amit meg tudtam venni annak idején. Tehát, hát 110 ezer lett volna maga a gép alapobjektívvel, de én a 300-as 75-300-as zoomot vettem még bele, így azt hiszem 140-ből jött ki nagyjából. Tehát egyébként külön 10 vagy 15 ezerrel több lett volna csak maga az objektív, hogy nem együtt veszem csomagban. De most már azt hiszem, ilyet nem is lehet kapni, már talán csak 1100D van, de azt hiszem a Quinek olyan van, ha jól emlékszem, nagyjából ugyanaz a kategória, az egy kicsivel talán még jobb. Tehát én egyébként nem 1600, hanem csak 800 ISO-val használom, mert azt olvastam, hogy ez jobb, ha nem túl érzékenyíti az ember. Én egy SkyWatcher mechanikát használok egyébként, ugye a gépbe a beépített expozíció is 30 másodperc a leghosszabb. A Pest Erzsébeti fényszennyezett ég sem nagyon bír el 800 ISO-nál 30 másodpercnél többet, bár próbálkoztam azzal, hogy USB kábelen számítógépen hosszabbakat csinálni, de ott meg már az óragépnek a periodikus hibája volt. De egyébként is sokkal kényelmesebb, ha az ember egy exponáló zsinort nyomkod, mint hogyha 68 kábel lóg ki, és hogyha mondjuk van egy kicsi nagyobb szél, akkor már az maga berezegteti a kamerát. Tehát, hogyha mondjuk lenne egy kupola, és ott csinálna az ember ugyanezt, ott már lehetne hosszabb záridőkkel, meg egyebekkel, meg vidéki égről játszani. Budapestről ez egy viszonylag kényelmes. A másik egyébként... Bírják, persze. Hát a Kvi szokott 2 másodperces kép, meg a Stikeljan és 2 másodperc, nem, 2 perces képeket csinálni. Tudomásom szerint mondjuk Szentendréről, meg esetleg Autoguiderrel, meg nem tudom, hogy mit használ. Mi hosszúokat, meg a mechanika, a levezetett, uh-huh. A vezetésnek. Igen. És
és 30 perc Ja. De hogyha mondjuk az ember egy 15 centis vagy 20 centis távcsőre rakja már rá, ott azért a Quid 16-17 magn is RV Taurikat szokott fotózni. Hát 50 éve volt, most 1100 éve már 18 körülbelül a 6 perc. Na. Tehát mindenképpen, ahogy javul a technika, egyre jobb az érzékenység ezeknek a kameráknak, ez mindenképpen. De hát így is, ez a 2000 nem tudom hány, ez a 10 megapixel, ami az én gépemben van, az annyi csillagot produkál már, hogy szinte, ha az ember mondjuk csak végignézi őket, hogy van-e bennük valami új szupernova, vagy ilyenek, már az is egy kis időt elvesz. Meg hát állandóan azzal küzdök, hogy nincs elég hely a számítógépemben. Most, hogy elhagytam a Notes gépet, most meg még inkább, mert a régi céges gép az meg még kisebb Winchesterre elbír. De hát ez van. Háttértár. Hány terrás? 80 gigabájtos van ebben a gépben, amivel most küszködök, és van egy 2 terás biztonsági mentésre alkalmas. De ugye az csak biztonsági mentés, és abból is legalább 2 kell, mert egy biztonsági mentés nem biztonsági mentés. Ja. Én egyébként olyan éjszakánként nagyjából 10-15-20 égterületet szoktam lefotózni, és ilyen 180 képet csinálok egy éjszaka. Ami igazán kérdés, és nem tudom, hogy a Qui vagy nem tudom kinek mi a tapasztalata, amikor én vettem a kamerát, akkor egy forgalmazó, vagy forgalmazásban érdekelt sráctól hallottam, hogy ezeknek a gépeknek a zárja az, ami nem örök életű. És olyasmit hallottam, hogy 20-30 vagy max. 50 ezer fényképet bír el. Én most 24-25 ezer képnél járok jelenleg. Egyelőre még működik, de nem. De mindig attól félek, hogy bármikor beadja a kulcsot a zár, és akkor azt kell majd javítatni. Úgyhogy ez az egyik szempont, ami például mondjuk a digitális kamera helyett a CCD kamerák felé billenti a mérleget, mert azoknak a mondjuk egy SBIG CCD kamera vagy egyebeknek általában azért sokkal jobbak, tehát nem ilyen kereskedelmi eldobható célra készültek, tehát... Nem tudom, tehát mondjuk az a kérdés, tehát én szinte csak 30 másodperces képeket csinálok, lehet, hogy mondjuk egy 30 másodperces kép kevésbé teszi tönkre az árat, fene tudja, nem tudom, Pappista. Hát én azt hallottam, hogy a belépő szintű gépek az olyan 20-30 ezer, és mondjuk a, tehát az az a 350D, meg a, tehát minél kisebb a száma mondjuk a Canonnak esetében, minél jobb a kategória, annál többet bír, de. Na, ez már kicsit jobban hangzik. Igen. Ja. Hát ja, csak amíg szervizben az ember, addig nem tud dolgozni. Milyeneket? Igen. Aha. Jó, hát én azt tudom, hogy a Polarisban az ST7-es, vagy milyen van, az most már vagy 10 éve használatban van, és amikor mondjuk a Tamás idősorokat készít, akkor olyan több száz kép készül egy éjszaka, az biztosan. Tehát ilyen félperces, néha egyperces képeket csinál, és több százat egy éjszaka egyértelműen. Ja.
Hát akkor reménykedjünk, hogy jó, sokáig bírja az ár. Köszönjük.